Dolog. Mikrofon is meg? Igen, most megy. Milyen oklevelet van, Gyuri, megmutatod? Perfekt. Nagy György részére, aki segített a 12 órás folyamatos tandemezés rekordját. Ez melyik géped, amit most elhoztál? Hát igazából ugye nekem három van összesen, ez abból az a tandem, amivel a Margittal szoktunk sebességrekordot menni. Hány kilométert szoktál ezzel a tandem kerékpárral menni? Sokat ugye, hát amikor ezzel csinálom az edzést, akkor gyakorlatilag ugye ezzel megyek egész nap. Az napi szinten 80-100, esetleg 200 kilométer, a többi ilyeneket. Még sebessége mennyi? Hát az attól függ minden bicikli, hogy kiül rajta. Ugye ezen van egy kis villanyhajtás, nekem ez a foglalkozásom, ebből élek, azért kísérletezgetek ezen a tandemen. Igazából az 40 km/h segít, utána az önerőből kell menni, tehát mi azért attól gyorsabban szoktunk menni. Nem számoltam, sokat, nagyon sokat. Reggel picit később jöttünk ki, de utána mentünk gyakorlatilag folyamatosan egy jó másfél órát. Ott volt egy kis megszakítás, utána megint mentünk egy felet, aztán jött a köztársasági elnök, úgyhogy még délután azért ráhúzunk, még szerintem egy 3-4 órát biztos fogunk menni. Ének iskolájából is voltak így gyerekek, láttam, voltak. Igen, nagyon jó volt. Volt, aki nagyon lekötött szemmel. Hány kört mentél? Én nem tudom, ott velük szerintem legalább egy 13-15 kört mentünk körülbelül. A Rita volt nagyon bátor, meg nagyon ügyes. Mindenki, de ő abszolút nem félt. Mióta dolgozol együtt a kézenfogva alapítványjal? Kézenfogvával? Hát több mint egy éve. Másfél éve körülbelül. És mennyire vagy elégedett így ezzel a közös munkával? Hát a közös munkával elégedett vagyok, az eredményekkel kevésbé, de erről nem az alapítvány tehet. Tehát azért... Ja, mire gondolsz? Hát bőven van még mit tenni, tehát azért bevásárlóközponton van nap, mint nap járok, ott például minden áldott nap, de ahányszor megyek, mindig a kerekesszékes lejáró előtt parkol valaki. Felváltva nem ugyanaz az ember, de mindig áll ott valaki. Most ha jön valaki kerekesszékkel, nem tud lemenni a járdáról gyakorlatilag. Tehát ha erre gondolok, akkor van még mit tenni. Tehát nagyon nehéz, de az alapítvány nagyon jó munkát végez, meg szerintem nagyon jó ötleteik vannak arra, hogy felhívják a figyelmet erre a problémára. Mondjuk el, hogy ennek a mai rekordkísérletnek az alapötlete az a tiéd. Ez igaz így? Többen hoztuk össze azért. Tehát volt egy ötletrohamozás, ahol a kézenfogvának a vezető tisztségviselői ott voltak, úgyhogy egy ilyen ötletrohamozáshoz szerintem 8-10 benne voltunk. Tavaly novemberben, októberben valahogy. De igen, tehát ez onnan indult el, én is ott voltam, de csak egy voltam a 8-10 ember közül, tehát nem mondanám, hogy az én ötletem azért. Abszolút, igen, nagyon jó, meg ugye hát kéretlenül elmondom, nekem van személyes kötődésem a dologhoz, mert egyrészt ugye a Margittal megyünk, tehát ő ugye születésétől fogva, meg nekem unokatestvérem úgy született Csiketnémán. Gyerekkoromban sülvefővel együtt voltunk, úgyhogy megtanultam azt, hogy milyen egy ilyen emberrel közvetlen kapcsolatban élni, mik a problémái, meg hát milyen jó fej egyébként, tehát ugyanolyan, mint bárki más.